A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának budapesti plenáris ülésének résztvevőit Kövér László köszöntötte. Felszólalásában a Magyar Országgyűlés elnöke egyebek mellett a külhoni magyarság felé irányuló támogatásról is beszélt. Mint fogalmazott, a szomszédos országok egyes politikusai attól tartanak, hogy a Magyarország felől érkező nemzetpolitikai támogatások destabilizálják országukat. Ezek a támogatások azonban egyetlen ország számára sem jelentenek veszélyt, mondta Kövér. Ellenkezőleg, minden magyar állami támogatás tiszta és átlátható nyereség a szomszédos államok számára is, mert közvetett vagy közvetlen módon hozzájárul az adott ország gazdasági megtartó erejének növeléséhez, a munkaerő elvándorlásának csökkentéséhez, az általános életkörülmények javításához. Vannak magyarországi politikusok is, akik szintén sokalják a külhoni támogatások összegét. Nekik azt ajánljuk, hogy tanúsítsanak nagyobb méltányosságot a saját nemzetük iránt, és ne sajnálják, ha a magyar állam évente a költségvetésének kevesebb mint 1%-ának megfelelő összeget tud fordítani a magyar nemzet csaknem 25%-át kitevő külhoni magyarságra, hiszen ezáltal nem csak a magyar nemzet, de a magyar állam is erősödik. 2010-ben olyan irányváltás történt a magyar nemzetpolitikában, amelynek következtében az elmúlt bő 10 esztendő látványos sikereket hozott, mondta Varga Judit, magyar igazságügyi miniszter. Magyarország számára fontos a jószomszédi viszony, amelynek alapját elengedhetetlenül a határon túli magyar őshonos kisebbségek helyzete határozza meg. Az anyanyelvi kulturális, gazdasági, szociális és oktatási tevékenységek támogatása és erősítése mellett fontos a magyar érdekképviseletet összefogó szervezetek támogatása is. Ez a magyar küldetés, ez a magyar sors a Kárpát-medencében. A saját nemzeti kisebbségeinkre erőforrásként, a velünk szomszédos országokra pedig partnerként tekintünk, tette hozzá Varga Judit a KMKF budapesti plenáris ülésén.